Csácsumi csötészt a csokolád és traktorkerék üdv a csatornán kívül jelentkezik a következő Santu verseny résszel. Hát sajnos ezt most félre kell tennünk a szórakozást, és igazából a tudományos érdeklődése motivál, hogy megcsináljam ezt a részt. Képzeljétek, olvastam egy cikket, egy ilyen tudományos szaklapban, hogy angol tudósok megfejtettek olyan egyiptomi írásjeleket, amiket eddig nem tudtak, és kiderült, hogy már az ősi egyiptomiak is azon vitatkoztak, hogy gumihevederes járószerkezetet, vagy pedig dupla kereket érdemes felrakni a traktorra, amikor húzták a nagy, tudjátok, a nagy köveket, amikor építették a piramisokat, hogy melyiket érdemesebb használni homokba. Most ott is olyan viták keletkeztek, hogy akkor az egész civilizáció belebukott, és mielőtt megtörténne ez a csatornájával képernek is, úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen tisztáznunk kell ezt a kérdést, és máshogy nem is tudnánk, mint egy végletekig menően aprólékos tudományos tesznek vetjük alá a különböző setupokat, és végre el fog dőlni, hogy vajon melyik járószerkezet a leginkább frankó a Farming Simulator 19-ben természetesen. Na, és mennyire befolyásolja a különböző járószerkezetek, mennyire befolyásolják a tapadást ebbe a játékba. Úgyhogy ezt fogjuk letesztelni. Pontosan 4 darab egyforma kész IH Magnum 340 CVX típus jelű traktort hoztam ugyanazzal a motorral. Ugyanúgy 2400 kg most súlyjal az elején. Csak a járó szerkezetek, és azért nem mondok járó szerkezeteken, mert nem csak kerekekről beszélünk, járó szerkezetek mások a traktorokon. Ő rajta elől egy gyári kerék van, hátul gumiheveder, lesz járó szerkezet. És itt lesz leginkább kíváncsi, arra leszek leginkább kíváncsi, hogy itt van egy traktor, amelyik elől igazából ugyanolyan kerék van rajt, mint itt. Tehát csak abba különbözik az a traktor ettől a traktortól, hogy itt dupla kerék van, itt gumihevederes járószerkezet. Az egész traktor, még az első kerék is pontosan ugyanolyan, minden pontosan ugyanolyan, csak a hátsó szekció más. Itt van, azért hoztam még egy ilyet is, ahol elő is dupla kerék van, itt már ne annyira, ugye ő nekik leginkább játszik, hogy melyik fog nyerni, a gumiheveder, vagy pedig a dupla kerék. Itt már ugye van egy kis plusz, még előre is raktunk dupla kerekeket. Itt meg van nekünk egy hagyományos, elől-hátul sima kerék, gyerekek, semmi extra. És arra gondoltam, hogy akkor összemérjük ezt a 4 traktornak az elejét, amelyik előbb gyorsan végigért, azt fog nyerni, és akkor az angol kutatóknak el fogom küldeni ezt a videót, aztán megfejtették akkor a kirai rejt, vagy a kirai... Egyébként a kirai írásjeleket is találtak, a cikknek a végén így olvastam, hogy feldobott még egy cikket, hogy ott is már vitatkoztak róla, hogy gumiheveder a nagy falat, amikor építették. Na, ugye át fogok tabolgatni, nyomok hákat, azt meg fogjuk látni. Ha? 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 Igen, 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 és megindulnak. Hopp, erre nagyon kíváncsi vagyok. Na, oda nézzetek, gyerekek. Eddig még fej mellett mennek. Na gyerekek. Viszont láthatóan... ez nagyon szoros lesz, gyerekek, nézzétek. Láthatóan... itt a bal oldalon kezd elszakadni, ugye, egy darab jármű lemaradni, amelyiknek normál kereke van. De! Nézzetek oda, gyerekek! Melyikek azok, amelyikek előbbre tartanak? Leginkább, amelyik előbbre tart, a 2 darab dupla kerekes jármű, ugye? Az egyiken ugye elől is van dupla kerék, a másikon a mellette lévén, a jobb oldalon, csak hátul van dupla kerék. És nézzetek oda! Nézzünk oda, hogy mi történik. A gumi járó szerkezetes traktor lemarad. Lemaradt a többitől. Nagyon-nagyon érdekes a verseny, és milyen érdekes, hogy melyik az a jármű, amelyik leginkább elől tart. Na gyerekek, melyik az a jármű, amelyiken kizárólag hátul van dupla kerék. Ugye tízzel mennek, egyik se, ugye most őre vagyunk várva, egyik sem megy ugye max sebességen, tehát nem érik el az ekének a maximumát. Minden egyinek pontosan ugyanolyannak a esélyei. És mégis, látjátok, erre nagyon kíváncsi voltam, hogy ebbe a
kontextusba, ahogy így vannak a járművek, ugye, ebben a az egészben, melyik fog győzedelmeskedni, és nagyon, ez roppant érdekes, és ez nagyon érdekes. Igaz, természetesen nem pontosan együtt indultak, de nem, semmilyen körülképpen nem ilyen arányban. És ez roppant érdekes, és na, ez biztos el fog indítani egy vitát, ami egyáltalán nem baj. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok erre lépni, mit fogtok erre mondani, hogy miért történhetett ez. Természetesen, ahogy elmondtam, a lóerők azok pontosan ugyanazok, ugyanaz a motor van benne az összes járműbe. Most szépen én meg is fogom állítani, ahogy kiérnek, én meg is állítom őket, ugye, mert ne menjenek tovább akkor. De ez, ez nagyon érdekes, sőt, azt kellett csinálnom, hogy igen, megállította itt őket kb. Egyszer állította meg, ugye. Hát igen gyerekek. Ő, amik dupla kerék volt hátul, viszont szimpla kerék volt elől, ő az, aki úgymond nyert. Ő húzta végig leggyorsabban ezt a 20 fejes ekét ezen a földön. Aki dupla kerék volt elől hátul, ő volt a második, ő lett ugye a második helyzet. És iszolja, ezt nem is, megmondom őszintén, ezt nem is értem, várjátok, fölülről ránézek. Igen, és aki szimpla kerekekkel volt elládva, a la nature, semmi, ezek a gyári kerekek, ő lett az utolsó előtti, és tudjátok, hogy ki lett az utolsó? Ő. Na, akkor ezt ma erre kössetek gombot. Farming Simulator 19. És erre most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre mit írtok. Hogy mindenki, itt tényleg nyugodtan veszetek össze. Mondjátok el mindent, hogy szerintetek miért ez, miért az nyert. Nem tudom, én most ez nagyon érdekel. Én leginkább, próbáljam meg Keeper is megfejteni, én is mondjak véleményt, ne féljek rá, ne azt csináljam, hogy csak rátok hárítom a dolgot. Én megmondom őszintén, lehet, hogy a súly miatt, amit ráraktam igaz minden egyre, viszont lehet a gumihelyvederes járószerkezetnek talán a legkisebb a súlya, és ezt emelte ki leginkább a földből a súly. Ez nagyon érdekes lenne súlyok nélkül is ezt megcsinálni. Mert akkor lehet, hogy más eredményt hozna. És miért ő lett a legelső? Hát, ezt nem tudom megmondani. Talán az, hogy a plusz, vagy itt húzni, ez is ugyanolyan jó húzott a hátsó kerekeken, mint az. De itt lehet, hogy a talaj ellenállás kevesebb volt az első keréken, ami igazából már nem adott volna plusz vonóerőt hozzá. Mint itt. Ez nagyon érdekes. Mert ugye a lóerők nem dönthettek. Lehet, hogy ő volt itt a legoptimálisabb a lóerő viszonylatban. Lehet, hogy pont minden egy ugyanannyira húzta volna, csak ő neki volt az, hogy meg volt a tapadása is, viszont megfelelően könnyű is volt ahhoz, hogy több tapadás már több súlyjal nem ért el, például ő a dupla kerekekkel. Ő neki már meg volt az a tapadása, mint neki, viszont ő egy kicsit könnyebb volt, és emiatt volt jobb. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Na, írjátok meg, és tényleg próbálok válaszolni. Tényleg, a felvetésekre próbálok válaszolni. Aki szépen leírja, hogy ő szerintem ért, megpróbálok reagálni rá minden egyik kommentre. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát ez megmondom őszintén, ez szerintem ez roppant érdekes volt. És tanulságos, esetleg ha hasonló tesztet szeretnétek, megnézzük súlyok nélkül, vagy bármi ötletetek van, hogy úgy milyen eredményt hozna, akkor írjatok nyugodtan. Egyébként tényleg nem volt benne semmi csalás, az összes jármű, itt van garázs, az összes jármű ugye 409 lóerő, 409 lóerő, 409, 409, ugyanannyi üzemórával, nulla üzemórás volt az összes, semmi különbség nem volt egyébként köztük. Őt írja, nem tudom miért olcsóbbnak. Nem tudom. De nem. Pontosan ugyanannyi zsirú járművek voltak és minden. Ugyanazok a súlyok voltak.
Na, kíváncsian várom a kommenteket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és én megmondom őszintén, ha a valóságos balanságban lettünk volna, én a gumihevederest hoztam volna ki győztesként. Mármint én arra tippentem volna, hogy az lesz a győztes. Na, jók legyetek, sziasztok!